Szép jó estét kívánom mindenkinek! Hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium 2021. évi Szecskavadó műsorán. Külön tisztelettel szeretnék köszönteni iskolánk vezetőit, tanárainkat és minden kedves szülőt, rokont, barátot, aki ellátogatott arra, hogy az újonnan beiratkozott gimnazisták végre a gimnázium teljesen új tagjaivá váljanak és teljesen új tagjaivá. Ma este nyílnak meg először a városok első kaszinójának, a Szecs kaszinónak a kapui. Így hát különleges élményben lesz ma részük. Lesz itt mit, ami szemszájnak ingere. Zene, tánc, versenyek, mindenféle kaszinós játék. Fontos azonban tudni, hogy ma nem csak az ügyességre, gyorsaságra, hanem a szerencsére, illetve a bátorságra is nagy szükség lesz. A versenyzők az este folyamán zsetonokat gyűjtenek majd, ezekkel játszanak, és a végén az nyer, akinek a legtöbb zsetonja gyűlt össze. Mintha érkeznének az első vendégek a megnyitóra. Micsoda pompa! A városi elit igazán kitett magáért. Érkeznek köreinkbe a hírhet mágusok. Kata elvarázsol mindenkit a kártya keverésével. Bálint pedig mágikus módon megnyeri az összes pókerjátszmát. Nagy tapsot neki! A Blackjack asztal ördögeit. Az ilyen tuti lapszámlálásának hála minden Blackjack partit megnyer. Dorian szerencséje pedig annyira erős, hogy minden Blackjack eddig kap. Tapsok neki! Tisztelt hölgyeim és uraim! Bemutatjuk a hírhet és híres kaszinósztár, a játék királyát Leventét és a támát Alexát, akinek a hitvallása nem más, mint hogy a póker, a kocka, a kártya, a mindennapok tárgya. Viszem a pénzed, a győzelem a cél, és a lét a tét. Mutat a helyi maffiának, hadd adjanak okot a razziának. A vállalkozásaikban nincsen adósság, csak mondom, hogy tud mi az újság. Ha nem az övék lesz az összes zseton, a lovat feje lesz reggel az ágyon. Szóljon a taps Petrának és Péternek! És a kaszinó legsikeresebb vendégei következnek, azaz a kaszinó ászai. Rangjukat annak köszönhetik, hogy ők a város legdörzsöltebb és legszemfülesebb párja. Továbbá nagyszerűen értenek a megtévesztéshez is. Aki teheti, kerüljen őket nagy évben. Itt van velük Krisztina és Misi! Mint a város legjobb ügyvédje Fanni, akinek talán a legtöbb dolga is van a kollégái közül, hiszen a helyi maffia egy koronás tagjának a személyes alkalmazottja. A keresztapa fia, Benny pedig imád játszani a kaszinóban, főleg ha nyer. Köszöntsük őket, nagy tapsal! És természetesen itt van velünk még valaki, aki nélkül mai estén nem lennénk itt. Akinek ezt az egész estét köszönhetjük. Köszöntsük óriási tapsa Jelgálló! Kedves vendégeim! Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt vannak a mai megnyitón. Igazgató úr, felkérném, hogy mondják köszöntőjét, és nyissa meg a kaszinót. Kedves vendégeink, örömmel jelentem be, hogy hosszú várakozás után végre megnyílik városunk első kaszinója, a Szecs kaszinó. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan kíváncsiak erre a jeles eseményre, és külön megtiszteltető számomra, hogy ma én vághatom át a piros szalagot. Ne is várjunk tovább, és süt meg a veszünk. Nagy tapsok neki!
szeretnétek. Bocsánat, tessék! Hangosabban! Bocsánat, kik? És mit akartok? Mi? Hangosabban! Gyertek! Nagy tapsot! Hetedik C-osztály! Na most aztán fel van a lecke adom mindenkinek. Nagyon szigorú az igazgató úr, szerintem egy kicsit el kellene kápráztatnotok. Hát kellene írni egy bebocsájtó verset, attól biztos meglágyulna a szíve. Igen, költészkedve elő az öreg, úgy hallottam. Hát akkor ki fog verset írni? Lássuk. Én már tudom is. A hetedik C-ből Békés Vintervíz Bátony és Szegedi Adrián.
A 9. B-ből Kortiana és Krámi Hanna, a 9. Anya osztályból pedig Winter Dávid és Lenz Kinga. Gyertek ki, kaptok tollat és papírt, aztán gondoljatok át szépen. Aztán zsetonjaitok vannak-e? Nincsenek? Ezt mindjárt gondoltam. Na de se baj, ezt is orvosolni fogjuk, csak keresni kell valamit, mert el van rejtve. Zseton hajszára hívjuk az osztályokat. A 7. C-ből Nagy Petrát és Nyilas Gergőt, 9. Enyából Belló Zalán és Pap Angéla, 9. B-ből pedig Botonyi Réka és Kulutác Mira a szerencsés. Kihívott! Gyertek! Vannak hivatalos koldusok is, úgy látom. Srácok, megvan már valami alapötlet? Akármi kamerába kell beszélni. Nem vagy helyette. Nem nagyon, még nem. Nem, semmi, izé. Próbáljátok, jó, próbáljátok valami ihletet. Ők, jó. Miért vannak állagyat? Akkor egy kis. Akkor meg leszek. Gyertek, vannak, izé. Jó. Ez most jól fog jönni nektek, menjetek fel a közönség sorai közé. Elrejtettünk 30 borítékot. Próbáljatok a lehető leggyorsabban a legtöbbet összegyűjteni. Addig gyűjthettek, amíg nem szólítunk benneteket. Indulás! Rossz. Na, akkor a hajléktalan ellátók központ lakói most bebizonyíthatják, hogy elég rátermettek. De nézzük, hogyan bizonyíthatnának a hulladék menedzselési szakreferensek. Akkor a rendetlenség van itt mindenhol, tele minden papírgalacsinokkal. Össze kellene szedni őket. Ez is biztos jó pont lenne az igazgató úrnál. A kurulós elmévetekkel várunk itt titeket. A 7. C-ből I és Ádámot és Rajci Martint, a 9. B osztályból Kilián Rékát és Sági Rékát, a 9. Enyából pedig Lakatos Dániát és Hidasi Tibort. Illetve még a sok szemétre való tekintettel minden osztályban szeretnénk kérni még villámgyorsan 8 darab önkéntes segítőt. Gyorsan. SOS. Ennél gyorsabban. Gyorsan, gyorsan. A borulós elmévejtékben fogtok kapni egy szemetes zsákot, és abba kell majd beledobálni a papírgalacsinokat. Tíz ember kell, ha jól számolom. 8×2. 8×2 az 10. Mennyi 8×2? 10. 10. Mit csináltok? Még öntsétek ki. Megverjük a többi osztályt. És minden osztályban itt vannak? Hát akkor indulás. Induljon! Bye.
Mi a feladat? Lesz ez egy kicsit a kamerára? Kicsit politikokat kell gyűjteni. És hogy haladsz? Egészen jó, voltak. Nyerni fogtok? Remélhetőleg. Te hogy haladsz a politik gyűjtése? Jó. Nyerni fogtok? Persze. Király, hajrá! Hát, ezzel véget ért. Ennyi volt. Meg szeretnék titeket kérni, hozzátok ide a megtalált sárkocokat, amiket le fogom mérni egy mérlekkel. Várjuk a 7. C-osztály termését. Most azonnal. SOS. SOS. Csak a zsák. Na lássuk, mennyi lett. Nem mutatja. Akkor 120 liter. Kisebb technikai problémákat hozzak. Az okos mérlekkel. Jó, akkor addig elkezdenék a következő feladatot. Akkor most már csak a Kisvaldi Termelőszövetkezet munkatársainak kellene egy testhez álló feladat. Lássuk, mennyire tudtok ügyesen kukoricát önteni. Osztályonként hatan bizonyíthatjátok a rátermettségeteket. Gyertek ide, és sorakozzatok fel egy-egy kukoricás tállal szemben. A 7. C-ből várjuk Bogdán Lorettát, Breitenbach Dávid Hannát, Dák Annát, Maulernát, Mezőlaki Mártét és Pauluk Andrást. A 9. ennyi osztályból Aprót Pannit, Fehér Vivient, Heim Balást, Huber Pannát, Stauk Családot és Török Márkot. A 9. B-osztályból pedig Dárdai Bertint, Erdő Esztert, Gálosi Marcelt, Juhász Blankát, Pap Hannát és Szabó Barbarát. Feladat nem más, mint hogy a sorban az első ember a feje fölött hátrafelé átönti a kukoricát a mögötte lévő ember tájába, méghozzá úgy, hogy lehetőleg minél kevesebb potyogja ki. Figyelnek a versenyzők? Jó. Oké, lassan. Az üres tálat hátradja a harmadik embernek, aki fogadja, majd vele a második embertől a kukoricát. A kukoricának a sor végéig kell eljutnia, utána az utolsó ember előre szalad, és jön még egy kör öntés. Az nyer, akinek a második kör végén a legtöbb kukoricája marad a tálban. Érthető? Érthető? Biztos? Jó. Akkor... Vigyázz, kész vagy! Yeah.
versenyszám véget ért, hogy állunk a mérleggel, hát ha nincs, nincs mérleg, akkor szemre. Egyes idő, a következő felületi megszám egy kicsit. Nem. Meg szeretnénk kérni a zsetongyűjtőket, hogy lassan térjenek vissza az osztályaikhoz, hiszen a zsetonhajsz ezzel véget ért. Hol vagytok a zsetonhajszászok? Hajszárok. Hajszállítók. Hol vagytok, zseton hajszárok? Itt vagytok. Meg vagytok. Megnézitek mi van a borítékban? Jó, akkor a következő lesz a feladat, menjetek vissza az osztályotokhoz, és számoljatok meg, hogy hány zsetonotok van. Van, igen, ami üres. Van egy. Galacsin gyűjtő feladathoz visszatérve. Sajnálatos módon nem tudtuk megmérni a zsákokat, ezért minden csapat két-két zsetont fog kapni. Nagy tapsot mindegyik osztálynak! Sikerült megszámolni a zsetonokat közben? 20. 20 a béseknek. Ennyi. 6 darab. 7. C. Tudtok számítani? Bocsánat. Akkor 20 fölött, igaz? Bravo! Akkor megkérünk minden osztályból egy-egy embert, hogy jöjjenek ki a zsetonokkal és tűzzétek fölöd a zsákokra őket. Újonnan közben, mikor miközben kihozzák a zsetonjaikat, a kukoricaöntéses feladatnak az eredményei is megszülettek. Az első helyezett nem más, mint a 9. B osztály. Második helyezett a 7. C. Nagyon-nagyon szoros versennyel. Mármint, hogy majdnem ők lettek az első. És a harmadik pedig kizárásos alapban a 9. ennyi osztály. Az első helyezett 3, a második helyezett 2, és a harmadik helyezett pedig 1 zsetonnal fog gazdagodni. Nagy tapsot mindegyik osztály. Az igazgató úr kívánságában, úgy tudom, hogy föl kéne titeket öltöztetni valahogy rendesen. Lássuk csak, legjobb lenne, ha minden társaságban egy fiút és egy lányt felöltöztetnének szép ruhában. Ennek a versenynek résztvevői a 7. C-ből a lány legyen mondjuk Nagy Petra, és aki öltözteti, Gál Barnabás és Ruman Boldizsár. A fiú még a 7. C-ből még mindig, Így és Ádám, akinek Takács Laura és Wagner Dorottya lesz az öltöztetője. A 9. ennyi osztályból a lány legyen Balogh Kincső, és Bors Lajos, illetve Mikóczi András fogja őt öltöztetni. A fiúnak pedig Sipos Zsombort szeretnénk kérni, akinek pedig Frey Jászmin és Reisz Nóra lesz az öltöztetője.
9. B-ből a lány nem más, mint Csike Dalma, akik öltöztetik az Pazar Olivér és Szabó László. Még szintén a 9. B-ből Varga Attila, és az öltöztetőjük Mózer Sára és Dalmer Ditta. Nagy tapsot az összes résztvevőnek. A ruhákat itt a kosarakban találjátok. A lányok kössenek nyakkendőt, illetve rajzoljon a bajuszt a fiúknak, és legyen szép a frizuráluk. A fiúk pedig a lepedőben varázsoljon a balkalmi ruhát, és minkeljék ki a lányokat. Annyi időtök van, ameddig a következő szám, vagyis versenyszám tart. Dossz. Közben, hogy a többiek sem maradjanak öltözködős feladat nélkül, egy sorversenyre várjuk a következő szecskákat, méghozzá a 7. C-ből Szegedi Adrián, Bátony, mégis Ütemész Bátony, Bogdán Loretta, Nyilas Gergő, Pajuk András és Mezőlaki Máté. 9. Ennyi osztályból Belló Zalán, Emmert Balázs, Kardos Áron, Moróc Péter, Nagy Noémi és Pap Angéla. A 9. B osztályból pedig Bodonyi Réka, Kárász Kinga, Kókerna, Kulutác Mira, jól tudom, hogy nincs itt még mindig, akkor helyette egy önkéntes vállalkozó, és Tavaszi Jennifer, és utoljára pedig Sinka Zsóka. Álljatok sorba, és az lesz a feladat, hogy az első ember húzza föl a pólót, a rajt után gyorsan le kell venni a pólót, és rá kell adni a második emberre, aztán a második ember is leveszi a pólót, és ráadja a harmadik emberre, és így tovább. A játéknak akkor van vége, ha az utolsó ember is levette és a mokosba tartja a pólót. Érthető? Érthető? Nem hallottuk, hogy érthető lett volna. És felkészülni? Vigyázz! Igen, mert nincsen sor. Menjetek sorba! Liga sor! Jó, akkor rajt! Thank you.
a verseit fekszik egy padon. Akkor, amint sorba álltak a szépek, inkább a szépek álljanak sorba. Döntsétek el, ki a szép és ki a... Hát 6 darab embert várunk itt a zsűri asztal előtt, akiket az imént öltöztettek. A versünkkel a kezünkben. Többiek menjenek és vár, legyenek vissza az osztályokhoz. Köszönöm szépen. Igen. Tartsátok szépen fel a kis papírjaitokat, mindennek kész vagytok, nagyon jó. És akkor halljuk a bebocsátó verseket, először a 9. B osztálytól. Mi vagyunk a 9B, kell mi nekünk sok lé... Ez... Hangosabban. Nem tudom, mi vagy írva. Bejutásra várunk, miközben... Bambira vágyunk, nem valami ilyesmi. Kugásruhába állunk. Szeretnek a zsetó, vagy valami ilyesmi. Hogy ne nyaljunk a... Zacsa. Nem tudom olvasni. Felszedjük a szemetet, hogy ne vonja a szemetek. Köszönjük szépen, nagy tapsot nekik. Kilenc szennyától halljuk, ki lesz a szerencsés, aki felolvassa. Csúrlok vagyunk nagyon, de a szerencsénk annál nagyobb. Nekünk most győzni kéne, hogy legyen pénzünk zsarmalére. Az életünk nagyon rossz, de a szerencsénk most jönni fog. Nagyon kéne pénz, hogy legyen az autóra fék. Azt a feltudták, olvasd, nagy tapsa! És akkor a 7. szétversét várjuk. Kedves igazgató úr, Szántóföldről jöttünk, kaszinó versenyt nyerünk. Szántóföldet vetünk, tatár teszünk. Kisvalod is vagyok, ezért zsetón kapok. Én nem veszek soha, én az utolsó sort azt hagyjuk. Engedj hát be, koma. Nagy tapsot a 7. C-osztálynak. Igazgató úr, egy értékelés. 98. Nagy tapsot a 90-en, a még nagyobban. Változtattál? Vagy sorrend? Vagy ez most még sorrend? Ja, sorrend! Jaj, ez. Tehát a 9. ennyi kapja a 3 zsetont, a 9. B a 2 zseton. És akkor a 7. C pedig az 1 zseton. Nagy tapsot mindenkinek! Meg szeretnék kérni még a zsűrit is, hogy értékelje az öltözéküket. Hát szerintem a fejkendős úriember az igazán csinál. Úgyhogy én a 7 C-re szavazom. Én egyetértek a Bálintal. Nagyon jól sikerült a pajzsa, meg a szakállalnak a fiatal embernek. Meg szeretnék kérni az összes zsűrtagot, hogy most emeljük magasba a kis kártyájukat, és szavazzanak egy osztályra. Akkor úgy látom, hogy a 7. C fölényes győzelemmel megnyerte a jelmez bármai, úristen! 3 zsetont kap a 7. C osztály. Többit nem tudjuk. Többit nem tudjuk. Ja, 2-t a 9-b, meg volt egy szavazat, és 1-t a 9-t kenye osztály. Így van. Nagy tapsot még egyszer. Úgy érzem, most már bebocsátást nyertek a kaszinóba, Szecskán. Én is úgy érzem. Köszönöm.
meg szeretnék kérni benneteket, hogy menjetek vissza az osztályatokhoz, és úgy sorban, ahogy az elején bejöttetek, vonuljatok fel a zászlóitokkal. Most azoknak az értékelése következik, utána pedig az osztálytánc. Na ez már nem vezet. Tudják maguk, hogy mitől döglik a légy. Ezért már jár egy kis jutalom. Három zsetont adok a 9B, a legszebb verseg. Két zsetont adok a 9N-ja, és egy zsetont adok a 7C osztálynak. És még egy jutalom mindenkinek. Nyíljon ki a kaszinó ajtaja, és mindenki fáradjon be rajta. Kezdődjön a játék, munka, míg zárulát nem üt. Az úr. Mutassák fel a zászlóikat az elitnek, szóval a zsűrinek, és a zászlók értékelése úgy fog zajlani, hogy felmutatják a táblát a zsűrik. Tehát megkérjük őket, hogy szavazzanak. A szecskák először mondják el, még azt, hát szavaztak, akkor jó, szavazzatok. De attól függetlenül megkérdeznénk benneteket, hogy ütek, miket ábrázolnak a zászlóitok. A ti zászlótok mit ábrázol? Két hajléktalant, ahogy viszik a... Igen? És próbálnak szállást keresni. És ennyi. Köszönjük. Megtapsolt a 9. ennyi 9. B osztálynak a zászlója mit ábrázol? Légy szíves, mondj róla pár szót. Hát látható középen egy hiányos. Középen látható egy kukás emberke, és én megnyertem a főnyereményt. És igen. Nagyon szép, köszönöm. Vagyok, ezért a mezőgazdasági elemekre próbáltunk figyelni, ezért traktort és egy mezőt próbáltunk ábrázolni, amin búzak alá szoktáltatók, és egy traktor, aminek van egy pótkocsia, amin kis gombózok láthatunk, amik minket ábrázolnak. Köszönjük szépen! Akkor most így a történetek és életvonalak felvázolása után, ki megkérem újból a zsűrit, hogy mutassák fel a megfelelő szint, amelyikre szavaznak. Elfogultság nélkül. Kiszámolok. 9B. Úgy számolok. Úgy láttam, hogy a 9B. Ennyi. Piros, ennyi. Szóval a zászlóverseny sorrendje nem más, mint a 9-1-a, ugye a győztesek. 9. B osztály, a második helyezett és a 7. C egy kifejezetten gyönyörű zászlóval harmadik helyet tudott csak elérni mai nap. Na, tapsolt neki!
szecskáknak úgynevezett előzetes feladatokat is el kellett végeznie. Ezeket az eredményeket szeretnénk most kihirdetni. A végzéseket a legtöbb sütivel a 7. C osztály előtesztette meg. 3 zseton a jutalmú, nagy tapsot meg! 2 zseton kap a második helyért a 9. ennyi osztály. Szép teljesítmény és az 1 zseton jutalmasra pedig a 9. B osztály. Nagy tapsot nekik is! A tablóversenyen a szecskáiknak tanáraikat kellett megkeresniük a régi tablókon a gimnáziumban. A legtöbb tanárt, azaz 24-et, a 7. C osztályt találtam, tehát 3 zsetonig. Azaz 20 tanár a 7. ennyi osztályt, a 9. ennyi osztályt talált. Ők kapják rá a 2 zsetont. És végül, de nem utolsó sorban 17 tanár találtak a 9. B-sek, ezért egy zsetont tudunk adni. Úgy láttam, itt a zsűri és a városi elit kicsit leült. Ezzel a következő feladat reméljük, hogy kicsit föl fog benneteket spannolni, szóval a szecska táncok fognak következni. Szeretnénk kérni tehát a 9. B-jó osztályt, hogy maradjanak itt, addig a többiek pedig jönnek vissza a helyükre. Kapsz! 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 Kapsz!
Jerusalem,
Ma, ne kerültem pontosan a cseókkal, de itt még ír a felveszem a
Nincs ilyenre vállalkozó most, rögtön. Kicsit buzdítsuk, buzdítsuk. Tapssal gondoltam én. 9. B, BC. És az ennyi abban is egy úriember. Ezt ott a segítőinknél már tudjátok beszélni. Közben viszont mennek tovább a játékok. Az első játék egy lovas futam lesz, amit a kedves nézőközönség megtekinthet. Vajon ki lesz a leggyorsabb versenyló? Kérdés merülhet fel mindannyiunkban. Ez azonban fontos, hogy megismerjék a versenyzőket. A 7. C osztályból nem más, mint Rajci Martin, aki fiatal kora ellenére már számos versenyen sikerrel szerepelt. A 2. pályán nem más, mint Katona Zalán a 9. egyabon, és igen esélyesnek tűnik a 3. pálya versenyzője a 9. B-ből, Szabó László. Egy kört kell majd teljesítenetek a kijelölt pályán, paripátokkal a lábatok között. Megkérjük benneteket, hogy fáradjatok ide hozzánk, ahogy megkapjátok a lovaitokat. Gyorsan, SOS. Mindhárman rendkívül esélyes indulók, így hát nehéz a döntés, de hát próba szerencse. Fontos, hogy itt nem csak a versenyzők hozzák a
más osztályokból induló zsokéra is, ha úgy látjátok, hogy ő lesz az a győztes. Kérlek titeket, tegyétek meg tétjeiteket a munkatársainknál itt és most. Most. Lehet tippem. Gyertek ide. Minden osztályban egy ember. Gyertek! Egy ember, igen. Lovak, felkészültek? Pörgettek? Jó. Akkor megkérnék a lovakat, hogy innen húzzanak egy kört. Kiindítsuk. Zenére indul. Zenére indul, és vigyázz! Kész! Rajt! Rajci úr. Rajci úr a 7. C osztályban. Nagy tapsot kérünk Martinnak. Második helyen. Második helyezettünk. A 9. B osztály. És a harmadik pedig a 9. NJ osztály. Gratulálok. És úgy látom, hogy a 7. C-ből a 7. C-re tették meg jól a tippjeiket, úgyhogy ott is jár egy zseton. Versenyzőknek értelemszerűen 3-2-1 zsetonja. Így van, de a 7. cél, mivel fogadott ezért. Ezért nekik 4. Ez így van. Na, nagy, nagy tapsol, még egyszer. És most pedig következzenek a lányok a kancáikkal. Várjuk a 7. C osztályból Maulernát, a 9. Enyából Ficsordorkát, és végül a 9. B-ből Troszkaradiát. Itt is lehet tippálni. Kicsit gyorsabbak legyenek most a fogadó irodánál, jó? Legyenek kedvesek, köszönjük. Ha szeretnék, nem kötelező. Ja, nem persze. Horváth Barbara és Kó Erna.
A feladatotok annyi lesz, hogy szépen osztályoként felváltva váltok egy körbe. Tehát egy 7C, egy 9. enya mondjuk, és egy felváltva, úgy felváltva. Ezt mondtam, hát ha nem világos. Hogyha elindul a zene, el kell indulnotok jobbra, oldalazva lépkedve. Miközben a labdát az ellenkező irányba, tehát balra kell adogatnotok a zene ritmusában, a zene meg fog állni, és akkor az az osztály fogja kapni a zsetont, egy darab zsetont, akinél éppen megáll a labda. Tehát ez puszta szerencse. Kérem az osztály többi tagját, hogy itt is tegyék meg tétjeiket, amennyiben még itt tartanak rá, hiszen ezzel zsetonokat tudnak szerezni. Tehát, hogyha valaki szeretne tippálni, az jöjjön ide. Vagy kinek a labdát, és arra lehet tippálni. Osztályként egy embert várunk. Többi osztály van? Akkor induljon.
Az idő lejárt. Pénzt kérlek szépen adjátok oda valakinek. És kezdhetjétek a feladatot. Amíg az osztálytársaitok szorgásan próbálnak egy kis pénzhamisítással, szólítjuk az alapicacskákat, hogy jöjjenek az asztalokhoz. A 7. C-ből várjuk Wagner Dorottyát és Békés Vinternitz Bátonyt, a 9. N-je osztályból Matics Kristófot és Török Márkot, a 9. B-ből pedig Pazar Olivért és Szabó Barbarát. Gyertek gyorsan! Nektek 3 feladatotok lesz. Tippeljétek meg, hogy mennyi pénz van a zacskóban. Szasztalanék. Igen. Válogassátok szét a pénzérméket minél gyorsabban. Tehát legyenek külön a 10-esek, 20-asok és így tovább. Valamint számoljátok össze, hogy pontosan mennyi pénz van a... Vagy hát előttetek mennyi pénz van. Figyeltetek a feladatra? Elmondom még egyszer a feladatot. Tippeljétek meg, hogy mennyi pénz van a zacskóban. Válogassátok szét a pénzérméket minél gyorsabban. Szóval külön 10-es, 20-as, 50-es, stb. Számoljátok össze, hogy pontosan mennyi pénz van előttetek. Kicsit hátrébb is mehettek, hogyha gondoljátok, hogy jobban elfértek rá. És itt is több lehetőségetek van a zseton szerzésre. Minden feladatban a legjobbak kapnak egy darab zseton. Tehát aki a legközelebb tippel, aki a leggyorsabban válogat, és aki a legpontosabban számol, induljon a feladat. Amíg a többiek pénzeznek, szólítunk minden osztályból 4 tanulót a következő játékra. Még minden kaszinóban, a Szecs kaszinóban sem maradhat el a híres félkarú rabló nevű játék, melynek rablói most ti lesztek, kedves törekedni vágyók. Szólítjuk a 7. C osztályból Deák Annát, Maul Ernát, Nyilas Gergőt és Paulik Andrást. 9. N-je osztályból pedig Balogh Kincsőt, Bors Lajost, Vintér Dávidot, illetve Sipos Zsombort. A 9. B osztályból pedig Amber Gerlinit, Kiliár Rékát, Orgyán Noémit és Bodonyi Rékát. Kérem a városi elitet, hogy legyenek majd egy kicsit a segítőik ebben a feladatban. Minden zsűritag kezében láthattok majd több lufit, melyekben különböző színű zsetonok találhatóak. A feladatotok az lesz, hogy a zene közben raboljátok át ülő lufikat, durancsátok ki őket, és gyűjtsetek össze bennük 3 darab színes zsetont. És a többet is, de minden három ugyanolyan színű zseton, egy ér, egy zsetont. Természetesen mindezt félkézzel kell megtennetek, ezért a kaszinó munkatársai már le is kötik az egyik adatokat. Bár folytak a lufik, már számoljuk, hogy hány fajta zsetonból sikerült 3-at gyűjteni. Annyi zseton lesz az eredményetek. Szóljon a zene! Még nem? Ne szóljon! Nem szól. Tehát most lekötik a kezeteket. Jó, kicsit el vannak is. Jó.
Szóljon az elemény! Gyertek ide előre! A zsetony nem tudka. És nézzétek össze! S.O.S. S.O.S. Sikerült összeszámolni a zsetonokat közben? A hetedik címnek 6 pont jár. Nagy tapsot nekik! Megkérnénk mélyen tisztelt városi elitet, a mai est döntő bíráit, hogy értékeljék a pénznyomdában elkészült mesterműveket. Mutassák fel a legjobban sikerült osztály kártyáját. Mutassuk meg, legyetek szívesek. Vigyétek oda a zsűri elé. Vége van, vége van, vége van. Mutassátok fel, és a zsűri ezt értékelni fogja azok nyomban. Vélemények így, első látásra. Közben meglett a 9. B-osztály zseton gyűjtésének eredménye is, nekik 9 pont jár. Nagy tapsot nekik! Bocsánat, 8. Az is nagyon 8. Jó.
Mi a véleményetek eddig? Én személy szerint felvenném az összes srácot személyi pénzomisokból. Ezt szerintem mindenki hallott. Sikém? Nagyon részletes. Az összes? Jó, jó. Legalább ki van színezve a kettő, és pluszban. De mi lehet ezt? Megkérdezzük Sztojkovics urat is. Mi a véleményed az eddig elkészült bankjegyekre? Úgy gondolom, hogy nagyon jól kitettek maguknél a diákok. Nekem elsősorban 7. C-nek, amire tetszik. Akkor kis pénz, kis faci? Kis pénz, kis faci? Misikén, mit szeretnél még? Meg szeretném jegyezni Rámortéka. Végzősök a királyok. Ez egy plusz pont megint. Melyik osztályra volt rájuk? 7. C. Ugyan. Most pedig megkérnénk a zsűrit, hogy értékelje a pénzeket. Szabadban. Most. Esküves. Úgy látom, ez megint egy jó 7. C győzelemmel zárult, majd tapsod nekik. A második helyezett pedig a B. Enya. Itt tehát a harmadik helyezett a 9. B osztály. Hatalmas tapsod mindenkinek. Másik pénzes játék eredménye is kiderült. A legjobb tippet a 7. C osztály adta. Nagyon-nagyon remekelnek most a 7. C-sek. Elsett a nyereményük. A leggyorsabban viszont a 9. Enya válogatott, övé a válogatóságot. A legpontosabban is a 9. Enya számol, övé a számolóságot is. Szóval 2 pont az Enya és 1 pont a 7. célja. Na kedves elit, elfáradtatok? El kellene egy kis frissítő. Hívjunk tehát néhány szecskát, hogy kényeztetésül készítsen nektek egy finom koktélt. A drinkbárban várjuk a következő szecskákat. A 7. célból Takács Laurát, a 9. Enya osztályból Szécsi Hannát, a 9. B-ből pedig Buhamer Fannit. Feladatok kellékeit a harmadik asztalon látjátok. A zsetonok őre és mestere Kristó felmagyarázza nektek, hogy mit kell tennetek. Zsetonmester. Miközben készülnek a finom italok, egy kaszinó kvízzel szeretnénk elkápráztatni az elitet és a tisztelt publikumot. Bizonyítsátok be, hogy mi mindent jegyeztetek már meg az iskola legfontosabb dolgaival. 13 plusz 1 kérdésre kell válaszolnatok, osztályunként 6 főt fogunk szólítani. A 7. C osztályban szólítjuk Bogdán Lorentát, Breitenbach Annát, Deák Annát, Békés Vitternic Bátonyt, Illés Ádámot és Maul Ernát. A 9. Enyából pedig Frey Jászmin, Matics Kristóf, Mikóczi András, Reisz Nóra, Szécsi Anna és Emmert Balázs a szerencsés. A 9. B osztályból pedig Báhidi Virágot, Kárász Kingát, Kordiánát, Sinka Zsókát, Trosz Klaudiát és Gárdasi Marcet várjuk. Középre lényeg szívesek fáradni. Lufikat is hozzá legyenek szívesek. Ott kaptatok lufikat, azokat hozzátok magatokkal. Minden csapat kap 14 lufit és 1 tüskét. Aki tudja a választ, a magasba emelve durrancsa ki a lufiait. Lufiát, elnézést, már csak egy van. Amelyik lufi a leghamarabb durran, az az osztály adhat először választ. A jó válasz 1
zsetont ér. Ha rossz a válasz, jöhet a következő osztály. Lesznek tippelős feladatok is. Aki a legközelebb áll majd a helyes válaszhoz, az kapja a zsetont. Szerintem álljatok be így egy álljatok középre, kicsit lássunk ki, hova tartozik, stb. A zsűri felé nézzetek. Zsűri felé álljatok. Úgy. Tudod, arccal a zsűri felé, ha így könnyebb. Nézd csak! Nagyon fontos, hogy egy kérdésnél csak egy lufit durancsatok ki, mert különben nagyon hamar el fognak fogyni. Jöhet az első kérdés? Szerintem jöhet. Az első kérdés nem más, mint hogy hány tanterem található a gimnázium főépületében? Melyik osztály volt? Ennyi, vagy B. Kérdez B. Kiabáljatok meg, nem tudok egy gyors mondani. 28. Húha! 28, az a tip. Következő osztály, a hetedik C. 23? 23 mondanak. Tippetek? 27. 28, 27, 23. A helyes válasz... 18. Nem más, mint a 18, úgy van. Szóval... Hát, aki a legközelebb jön. Hát a hetedik C. Nagy tapsot neki. A következő kérdés. Milyen terem a 12-es? Igen. Kidurantod? 7C. Biztos? Mi a tippetek? Igen, mi a tipp? Nincs ilyen terem? Oh, az. Ez egy helyes válasz. Helyes válasz, hát a lépcső, nagy tapsa. 12-es terem, a lépcsőház. A fa lépcső, amin jössz minden reggel föl, hány lépcsőfokból áll? Mi már is? Ez gyors volt. Itt vagyok. Idom. Teljesen tökéletes válasz, de jó Isten. Tehát mennyi? 28! Gratulálom. Következő kérdés. Az evénylő előtt hány bicikli tároló van? Kicsit nehezebb a kérdés. Igen. Ti mindent számoltok, igen. 15. Hetedik C. 30. B. B. Helyes válasz, kicsit többet mondok. Helyes válasz, mennyi? 100. Tehát a hetedik C-sek kapják ezt a pontot. Egy tapsa. Az ötös terem melletti lány WC-ben, tehát ötös terem melletti lány WC-ben, hány WC fülke található? Igen, ennyi a 12, B. Mindenki 12. Mindenki 12. Biztos, biztos, 100%. Senki nem változtat semmit. 10-et mondok. 10-et mondok? 10. Akkor eltaláltam. Jó, de tényleg. Bordáskor található a testteremben.
Kaptuk B. B. Na? 12. Köszönjük. Következő versenyző. Következő. Hetedik C. 28. Igen, Enya. Enya. 26. Húha. Húha. Hát ez a kettő között. Pontosan 27 darab bordás van található. Szerintem most mind a kettő osztály kap egy zsetont. Így van, megosztják. A hetedik kérdés nem más, mint hogy milyen színekben vásárolható gimis kulcs. Úristen, ilyen gyorsasággal van. Szóval, Enya. Kék, sárga és piros. Hogy mi? Nem. Kék és piros. Jó válasz. A 9. Enya kapja a csatont. Jó, kicsit húztam itt az idegeket. A 8. kérdés. Milyen színű lesz a gimis bizonyítványod? Megint az Enya volt a leggyorsabb. Piros. Piros? Biztos? Helyes. 9. kérdés. Hány színből áll a gimi logója? 9. Hány színből? 3. Mi ez a három szín? Hát kék, sárga és fehér. Ez most jó? Kék, fehér és sárga. Nem jó. Nem. Hetedik cím volt a következő. Hány színből áll? 4. És mi ez a 4 szín? Kék, sárga, fekete. Fekete. Fehér. Nem talál sajnos. Kék és sárga. Talál süllyed. Gratulálok! A 10. kérdéshez érkeztünk. Hány osztály áll a gimibe összesen? Isten. Igen. 15. Tökéletes válasz. Nagy tapsot neki! Most a 11-es kérdés kicsit a büfébe járókhoz szól, szóval aki minden szünetben ott van, annak kicsit könnyebb dolga lesz. Mennyibe kerül a büfében egy kakaós csiga? Helyi C, helyi C volt először. Na mennyibe? 270. Tökéletes válasz, majd tapsok, Jézusom! És C osztályok termel. Tehát három osztálytermet várunk. 9 B? B. Itt ugrant? Három osztálytermet várunk. 5 és 13? Oké. Okay. Gimbetek? 12-15. Most beszéltük, hogy nincs is 12-es terem. Igen, ez volt nincs az előző kérdés. Gimbetek, szúrtok? És még egy? 3 termet kell felesetni. Tökéletes válasz! Miért? Nem, azt mondom 15, 10 és 13 azt mondom. 16-ot mondtak, nem 15-ot. Akkor nem tökéletes. Vagy mi? Ez nem jó. Ez nem jó. De hát ti kapjátok a zsetont. Ti kapjátok, ti voltatok a legközelebb. Oké. Okay. Akkor. Következő kérdés az nem más, mint hogy milyen autója van a pápa tanárnak?
Esetleg a modell? Modellszám, almásszám, esetleg. Rendszám. A 13. plusz 1 kérdéshez érkeztünk, ami nem más, mint hogy hogy hívják a portásnőit. Dur. Enya. Erzsébet. Ennyi, Erzsébet. Ezennel véget ért ez a kis totó, úgyhogy fáradjunk ott a helyzetre. És pedig értékeljük a koktél versenyt. Elkészültek a koktélok? Akkor nem. Akkor most egy táncverseny fog következni, aminek a neve nem más, mint a Casino Twist. A ma este utolsó feladatához érkeztünk, ami egy igazán bulizós feladat lesz. Ugye ismeritek a Casino Twist című számot. Az enyhások biztos, hiszen benne volt a táncukba. Ha nem, akkor most megismerhetitek. Sőt, táncolni is kell rá. Minden osztályban 8 embert várunk. Kérjük a 7. C osztályból Bogdán Lorettát, Brighton Bank Hannát, Deák Annát, Gál Barnabás, I.S. Ádámot, Maulernát, és Szegedi Adrián és Wagner Dorottyát. A 9. Enyából pedig Embert Balázs, Frey Jászmin, Katona Zalán, Lenz Kinga, Mikóczi András, Reisz Nóra, Szécsi Hanna és Török Márk, akit középre várunk. A 9. B-osztályból Homberger Lili, Dalmer Ditta, Horváth Barbara, Kilián Réka, Orgyán Noémi, Sági Réka, Tavaszi Jennifer és Varga Attila. Álljatok rá ezekre az újságokra. Így van, álljatok rá a kiterített újságpapírokra. Lelépni nem szabad. Szigorúan tilos. Így van. Kezdjetek el twistet táncolni. Twistet. Aki tánc közben lelép az újságról, az sajnos kiesik. Nem úgy, mint a Squid Game-be, aki esetleg erre gondolom, na mindegy, ez egy folyamatosan. A zene közben néha elveszünk majd egy-egy papírt. Az a cél, hogy mindvégig az újságokon maradjatok. Az nyer, akinek a zene végére a legtöbb táncosa marad a táncparketten. Akkor nem marad egy más hátra. Igen. Igen. Szóval szóljon a twist. Twist, 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 today is it time, a zsűri azért közelebb jöhet, hogy lássa a dolgokat. Gyertek, gyertek! Thank you.
Akkor ezennel véget ért a táncverseny. Nézzük, hányan maradtak. Következő egyes értékelés. 9 anyából kiállt talpon. Az maradja, mint aki talpon áll. Nem állt és talpon, de nem újságot. Hát, nem, újságot áll, maradjuk annyira. Te sem állsz annyira újságot? Szerintem ez 2, és fél. 2, 2 megadom. Hát, személyes megoldás szerintem. Mit is 2? Itt is 2. Atya világ! Úristen! Ez 1, 2, 3. Legyen 4 összesen. Tehát a 7. C osztály kap 3 zseton, és a másik 2, 9. osztály pedig 2-2 zseton. Így van! Most pedig lássuk a koktél keverő verseny eredményét. Aki esetleg még szeretne itt a szerencsekereken pörgetni, az most is megteheti a zsetonjait próbára téve. Addig is szeretném megkérdezni a zsűrit, hogy milyen véleményed. Úri, mi a véleményed a 7. C koktéljáról? Kikóstolta meg? Ki mellette megkóstolta? 7. C, azt mondod? Én megkóstoltam. Lemente? Nagyon fincs, nagyon jó. Hasonlít a Pepsihez. És szerinted ez mi? Nem tudom, kóla. Mert a Pepsi az nem kóla. Pepsi az mi? Alexa? Nekem a 90-es kegyedül. Mert egyébként a tiédet kicsináltam ízlet. Melyik osztál? Talán 9-es. Jó, hát szeretném megkérni a zsűri tagokat, hogy magasba emelve szavazzanak a osztályokra. Most már elmehettek a sportbárba koktélt keverni, ilyen jókat. Csak nem ma este. Csak nem ma este. Második helyzet, ha jól láttam, 9. Ennyi osztály. Így van, Ennyi lett a második helyzet. Harmadik pedig a 9. B osztály. Igen, szintén gratulálok. Biztos nagyon finom lett az övék is. Kár, hogy nem kaptam belőle, nem? Igen. A jövőre. Sem. Most pedig, hogy az összes próbatételt teljesítettétek, az összegyűjtött zsetonok összesítése következik. Kérem a szecskákat, hogy sorakozzanak fel a városi elit asztal előtt az eredmény hirdetéshez. Mindenki. SOS. 1-1. Yeah.
Mi még nem tudom. Még nem tudom, te nem tudod? Én tudom. Szóval a harmadik helyezett a 9. 1A osztály. Gratulálunk! Nagy csapsa! A 9. 1A osztálynak! Hova? Feszült pillanatok. Egy kis aláfest ezelét, ha nem tudja, még az X-faktorból azt elfogadja. Jó, mindegy. Szóval a második helyezett, nem más, mint a 9B. Hatalmas örömömre szolgál, mint C-s, kimondani azt, hogy az idei, majd a 2021-es szecskalható és a Mohácsis szecska színlónak a győztesei, nem más, mint a 7. C osztály. Most pedig a jól megszokott szecska esti fog következni, ami igaz, teljes jó kisfogisokkal fog titek. Megkérünk meneteket, hogy most térdjetek le a szecska esküvet. Kezet a szívre, igen. Szívet a kézre, minek fog. Mi végzősök, szívből kívánunk nektek sikeres és élményekben gazdag éveket, kellemes emlékeket, amikre mindig mosolyogva fogtok majd visszaemlékezni, akár csak mi. Most pedig következzék a szecska eskü szövege, amit Ádám után fogtok majd mondani. Az lesz a koncepció, hogy majd utána kell mondani. Ha esetleg valakinek nem esetleg.
esküt tenni van ma jó okunk, hogy a kisfaludi névre bajt nem hozunk. A kisfaludi névre bajt nem hozunk. A folyosón korán kiabálni nem fogunk. Másokra papírgalacsint sose dobunk. Másokra papírgalacsint sohasem. Kicsit nagyobb beleélés. Végzéseinkre rosszul sem szólunk. A büfé sorában eléjük nem állunk. Mától velük ez a második otthon. Tanáraink szavát el nem felejtjük. Lehet az nulladik óra, mi jegyezzük. Lehet az nulladik óra, mi jegyezzük. Minden nap kezünket emeljük, és együtt okosodunk, míg tehetjük. Hangosabban, így van, hangosabban. Kifogásunk is addig tekerjük, és minden órán mentőleg bevetjük. Kifogásunk is addig tekerjük, és minden órán mentőleg bevetjük. Tudod, hangosabban még egyszer. Jó, egy fokkal talán jobban. Míg barátunk az egyestől megmentjük. Szóval ez már valami. Induljon hát a kaland, gyerünk! A játék várjál! A játék akkor kezdődik, ha merünk. A gimiben maradunk, itt a helyünk, egy jó osztályért mindent is megteszünk. A Szecskaszinóban bármit is nyertünk, most esküszünk, 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 hogy mi a kisfaludisok leszünk ott van! Mondjátok még egyszer, a Szecskaszinóban bármit is nyertünk, most esküszünk, eseményt itt a Mohácsi sportcsarnokban. További kellemes és szép estét szeretnénk önöknek kívánni. A viszontlátásra. Búcsúzunk. Műsorvezető társam Sütze Ádám és Szabó Luca.